A Xinjiangi szakadár erőket vádolják a kínai hatóságok azzal, hogy előre megtervezett terrortámadást hajtottak végre egy délnyugat kínai pályaudvaron. Rendőrök lepték el Kunmingot, Yunnan tartomány székhelyét, ahol még mindig a szombat esti mészárlás elkövetőit keresik. A szörnyű dráma azért is megrázó a kínai közvélemény számára, mert a városban 26 nemzetiség élt eddig békében egymással. A pályaudvaron több mint 10 késekkel felfegyverzett ember rontott neki válogatás nélkül a vonatra várakozóknak és járókelőknek. Szemtanúk szerint az elkövetők fekete ruhát viseltek, és hosszú késeikkel őrülten kaszabolták az embereket, a menekülőknek pedig nyomukba eredtek. A támadás teljesen váratlanul érte az embereket. Volt, akit már a jegypénztárnál megtámadtak. Éppen vissza akartuk cserélni a jegyet, amikor hirtelen sokan rohanni kezdtek a váróterem felé. Az emberek elestek, egy ember pedig késsel a kezében felénk tartott és vadul vagdosott, mondta egy egyetemista, aki megsebesült. Xi Jinping, kínai elnök felszólította a hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a történtek felderítésére és a terroristák megbüntetésére. Az elmúlt években egyébként már több hasonló támadás is történt, de azok Xinjiangban. A hatóságok általában a muzulmán ujgurokat vádolják a késelésekkel. A támadókat a terület függetlenségét követelő, külföldről támogatott vallási szélsőségesekként jellemzik.